Zsuzsák, a megmosom a hajam, annyira furán néz ki. Hát hello, ma Szigetre fogunk menni. Amióta elindult a Sziget, minden második üzenet és kommentem az, hogy lesz-e Sziget vlog, és az az igazság, hogy ma egyetlen egy napra megyek a Szigetre, vagyis nem ma, hanem idén egyetlen egy napra megyek a Szigetre, ami nagyon szomorú, mert a Sziget az már így az imidzsem része lett, és most már nagyon megbántam, hogy nem mentem egész hétre, csak egyetlen egy napra. De mindegy, az a lényeg, hogy a barátaim elkezdtek sztrájkolni, hogy egyre drágább a Sziget, és már nem akarnak fizetni érte, és amúgy is szenvedés az egész, és mondtam, hogy na jó, akkor mindegy, és a családi nyaralásunk az tényleg szinte csak a Sziget időpontokban volt jó mindenkinek, és akkor mondtam, hogy na jó, akkor menjünk Szigetre, úgysem menjünk valószínűleg. A sztrájkolók egy része nem ment, de a többiek mentek, és nagyon rossz érzés volt hallgatni a sztorikat, megnézni az Insta sztorikat. Elkezdek sírni. Bocsánatot kérek, hogy én is ilyen voltam, 5 éve járok a Szigetre, és minden évben pakoltam ki az Insta sztorikat, és sajnálom, hogy olyan érzéseket okozhattam másoknak, mint amit én éreztem, amikor néztem az Instát. Érzem, hogy a Sziget az a nyaramnak mindig egy nagyon meghatározó része volt, és imádtam, és azt is imádtam benne, hogy olyan emberekkel futottunk ott mindig össze, akikkel akár az egész évben semmikor máskor nem találkoztunk, régi barátokkal, stb. Egyetlen egy nap, amikor zuhogni fog az eső, az ma lesz, és mi ma megyünk, utolsó buli. Kicsit negatívnak tűnhetek, de most egy kicsit az, most nem tudom, az önbizalmam most egy kicsit így a béka segge alatt van. Megmostam reggel a hajam, és borzalmasan néz ki, nem tudom, amióta levágattam a hajam, egyszerűen sehogy se tetszik. Tudom, ezek mind brutálisan first world problemek, és nagyon cringe-elek, amikor ezeket visszahallgatom, meg visszanézem. Léci, ne vegyétek ezt annyira komolyan. Én csak nagyon drámai vagyok minden helyzetben, de ennyire nem komoly. Lezuhanyoztam, a hajam még mindig borzalmas, és ilyenkor nekem állandóan azon, hogy loholok az idővel, mert persze mindig későn kezdek el készülődni, és most 9 perc múlva indulnom kéne, mert olyan meglepetések történnek, persze, hogy egy pirosítót leejtek a földre, és fel kell takarítanom, még amúgy ki is kell teregettem, a szobám egy káosz, de szerintem nem fogok rendet rakni most. Ki kéne sminkelnem magam, át kéne öltöznöm, ennem valamit. Az a szerencsé, hogy mind a ketten ilyenek vagyunk a Rékával, és ezért soha nincs ebből probléma. Szóval rajta vagyok, most sminkeljünk. Nem mondok újdonságot azzal, hogy nem vagyok egy nagy sminkes, amit fogok csinálni az korrektor, szemöldök, szempilla, talán ha nagyon crazynek érzem magam, akkor egy kis szemhéjfesték. Egyébként ne haragudjatok, hogy ilyen negatív vagyok, nem tudom mi bajom van ma, egyszerűen kezdek megbolondulni, úgy érzem, olyan 3 hete nem voltam például. Szóval 3 hete nem voltam egyedül, és nem is csak, hogy nem voltam egyedül, hanem úgy érzem, hogy 3 hete nem tudtam fókuszálni, ami fontos, nem tudtam videókat gyártani, vagy nagyon keveset, e-mailekre válaszolgatni, még az Erasmus dokumentumok befejezése, másul is dolgok befejezni, a második, az előző év második szemeszterét elkezdeni, a harmadikat. Kicsit be vagyok stresszelve, úgy unblock az élettől. Hello? Na, most az van, hogy kajálok egy picit, éppen a kölesem fő, mindjárt kész van amúgy, 2 perc múlva, de addig gondoltam, az outfitemet összeállítom, ezt a fanny packet viszem, ezt lehet, hogy a Rékának elviszem, mert neki is kéne egy. Valószínű hosszúgatyába kell menni, bár 26 fok van, ez a világon a kedvenc hosszúgatyám, Armani van ráírva, de egyébként ezt turkáltam valahol, és egyébként a húgom észre lesz csönd, meg kell, hogy mondjam. Viszont az egyetlen egy baja, ami óriási baj, hogy a slicce folyamatosan lecsúszik, és állandóan erre oda kell figyelni, és felhúzogatni a sliccet, ami nagyon kényelmetlen, de egyszerűen imádom. A másik gatya, amit gondoltam, az pedig ez, viszont ez lehet, hogy túl sok, és túl meleg a 26 fokhoz, és hogyha bemegyünk egy meleg sátorba, akkor meg fogok halni, mert ugye van benne ilyen susogós anyag, kus,
De ez is menő lenne, és akkor ehhez még csak valami jó kis felsőt kéne keresni. Megyek akkor lesemért. 6 óra lesz 3 perc múlva, 4:30-kor beszéltük meg az eredeti találkozást, de általában velem bárhova menni az ilyen. De anyukámék elvisznek egy darabig, aminek nagyon örülök. Jó, anyukámék olyan elképesztően édesek voltak, hogy eldobtak a Mekvártig, nem a Budai hídfőig, és itt fogok talizni a Rékával, aztán megyünk a szigetre, nagyjából tényleg olyan másfél, egy és háromnegyed órával a találkozó után, de ez a mi formánk, és megmutatom gyorsan az outfitem, elég uncsi. Jó, félek az emberektől. Ez a felső, ami már volt rajtam tavalyi szigeten, ami elvileg egy no-go, de most engem nem érdekel, ez a fanny pack és a gatya, amit mondtam, és fila disruptor és egy bőrcseki van nálam. Tulajdonképpen ennyi, egyáltalán nem extra, de mindegy, most jó lesz. Na, bent vagyunk a szigeten. Nem mondom, hogy könnyű menet volt, mert össze-vissza sorban állni, meg mit tudom én. Kicsit ki is vagyok melegedve, de itt vagyunk, és el sem hiszem. Amúgy most itt leültünk, és ide ült bennünk, nem tudok ilyenkor beszélni, de ide ült bennünk két srác, és az egyik mondta, hogy neki is van YouTube csatorna. Engem utálnak sokan, de szeressetek. Gyerekek, oh, ki vagy és mit csinálsz? Ki vagy és mit csinálsz? YouTube-ozom, Dream Devil, játszom, Minecraft-t, sokan szeretek. Tehát ha úgy nevezném el a videómat, hogy találkoztam Dream Devil-lel a szigeten, az sok megtekintést kapna? Sok dislike, amúgy nem, már annyira nem utálnak. Utálatot kaptál, Nóri! Nem, amúgy régenben volt az. Oké, köszönöm szépen. Nézzétek, ki van itt! Hello, Kam. Itt a Rompi! Imádom a Rompit! Én veszem a következőt, akkor gyere! Te cuki! Igen, megérkezett a Rompi, és azt mondja, hogy ő veszi a következő kört. Esik az eső, ezért egy bőrcseki alatt vagyunk a Réka meg az első kapjába. Ciao, Bella! Nem látok semmit, látjátok? Persze, hogy ez egyetlen este, amikor esik az eső, amikor mi itt vagyunk, de ez ilyen Murphy törvénye. Én fel vagyok készülve. Itt vagyunk a csónakházban, ez az ilyen legolcsóbb kocsma, ahol elfogadnak készpénzt is, ugye? Egyetlen egy hely szigeten, fun fact, ahol elfogadnak készpénzt is. Most kocincsatok a vlogba. Yeah. Mi van itt? Sziasztok, gyerekek! Lényre szigetre jövök, bazd meg, a vidéki paraszt! Élvezem! Jóba vagyunk! Itt az Oszi, akit hányszor mentette meg az életet, hogy szerepeltél a YouTube videóimban? Legalább egyszer! Oszival nem találkoztam kb. Egy éve, de most itt van a szigeten! Üdvözlöm a fiúkat, lányokat! Remélem, ti is jól érzitek magatokat! Ennyit iszol, annyi örök azért lesz holnap, az hosszú lesz. Megyek a kúznak, maga kezdem, egy, kettő, három. Milliók fognak feliratkozni holnap. Oszi, közérdekű közlemény. Az unokatesómat ide a sportivóba, a sziget keleti részében. Így néz ki. Kukla Zsuzsanna Dóra, ilyen űrmanóhaj van, két oldalt konyba fogva. Oszinak közérdekű közleménye van. Sziasztok, az unokatesómat keresem. Kukla Zsuzsanna Dórát így néz ki. Kis ilyen űrmanóhaj vannak. A sportivóba jöjjön, a szigetnek a keleti részébe. SOS, peace. Kis kontextus, tehát az történt, hogy van a Rompinak a sapkája, amit már láthattatok, és odajött, azt a Réka felvette, és odajött hozzánk két srác, és elvették a Réka fejéről a sapkát, és elkezdtek vele elsétálni, és először azt hittük, hogy csak poénból csinálják, vissza akartuk venni, és elkezdték, hogy ez az övéjük, és mi azt elloptuk, és azt ők vették valahol. Elkezdődött egy ilyen mini
tömegverekedést azért a rohadt reklámsapkáért, és ők váltig állították, hogy ezt ők vették. Amikor ti láthattátok a vlogban, ez a rompin volt már órákkal ezelőtt is. Nagyon jól érzem magamat a Sziget Fesztiválon! Örülök neki. Napja van, és már hajnali 5-kor hazamegy, de aztán belegondolva valószínű hajnali 5 az azért annyira nem korai, csak az én fejemben van az, hogyha egy sziget éjszaka van. Kicsit olyan nagymamának érzem magam, de azért mégis hajnali 5 az nem annyira korai, vagyis nem annyira... Az meg én meghalok. Igen, meghalunk, 21 no, no, leszek mama, mindjárt, no, ez már ilyen nagymama fázis. Egy pöcsnyit egymama. Ezt visszanézve aztán végképp nem értem, hogy miért magyarázkodom 5 percen keresztül, hogy milyen öreg vagyok, hogy hajnali 5-kor indulok el egy buliból, azért hajnali 5 az rohadt késő. Jó reggelt kívánok, 11 lesz 5 perc múlva, egy 20 perce felkeltem. Lemostam a maradék sminkemet, lezuhanyoztam, mert tiszta sár voltam, és arra tegnap nem volt időm. És ezt be sem merem vallani, mert ezt nagyon szégyellem, de olyan szinten beestem tegnap az ágyba, hogy fogat sem mostam. Amit nagyon szégyellek, mert én mindig fogat mosok. Bármilyen buliból hazajövök, fogmosás és sminklemosás, ezt mindig megcsinálom, csak elaludtam sminklemosás közben így az ágyon. Szóval ennyi volt ez a Sziget vlog tulajdonképpen. Én nagyon remélem, hogy ez egy érdekes vlog lett ebből, mert egy estéből kicsit nehéz garantáltan jó vlogot csinálni. Este nagyon sokszor voltunk húzamosabb ideig egy helyen, tehát ültünk egy jó hosszú ideig ott a fűvön, ahol találkoztunk azon a Minecraft youtuberrel, Sebastiannal és a barátjával, akik amúgy nagyon jó fejek voltak. Aztán pedig elmentünk a csónakházba, ott is ültünk nagyon hosszú ideig, aztán elmentünk a Bacardi arénába, és szinte ott voltunk végig. Szóval nem volt olyan sok mozgás, az az igazság, hogy nulla előadót ismertem aznap, tényleg konkrétan nullát. Csak a 21 Pilots-ot, de nem annyira szeretem őket, és le is késtünk róluk. Szóval ez egyáltalán nem az a szokásos Sziget élmény volt nyilván, de én nagyon élveztem attól. Még jó volt a Rompival újra találkozni, Oszival újra találkozni, mi a franc Oszit, ezer éve nem láttam. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Mai napi emberkém zorka.moon, aki aktívkodott az Instagramomon, hogyha te is szeretnél egy ilyen bejelentést, akkor te is cselekedj így. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Találkozunk a következő videóban, amire véletlenül nem sokára lesz. Sziasztok!